Oké, itt vagyunk a Szegedi Piacon Ritával, és megkóstoljuk azt. Rita ma látta reggel Magyarorsi Csabának a videójában, hogy ilyen tonikos kávé van. Hát én nagyon félek, de ő bátor is, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz. Itt van Rita, integes! És ott a kávé. Drukkoljatok kávéval, vagy mint egy kávé limonádéval. Limonádé kávéval. Hú, baszki. Bírod? Na lássuk. Olyan, még soha nem ittam ilyet. Nekem nem ízli. Meg csak összekevested egyáltalán. Ja nem, de nem tetszik. Na még egy próba. Csak ne arra gondolj, hogy úgy néz ki, mint egy piszkos víz. Ez amúgy olyan, mint egy berágtad volna a narancsnak a haját. És olyan keserű. Mint egy nagyon hosszú kávé valami. Nem is tudom, mint egy nagyon hosszú kávé hidegen. Én nem is értem, hogy a kávé. Már mondjuk annyit. Most mondom, látszik. Már voltunk a Bioszkiben, meg hol voltunk? A Rossmannban, most megyünk, ajánlunk valamit. Rita ott van, itt mutogat, most mutasd. Cuki dinnyés. Igen, de amúgy piros van. De amúgy mi? Piros van. Csak nem egy ilyen. Ja, mert piros van. Piros. Voltunk ezen a Tipipont nevű helyen, és ettünk egy nagyon finom szendvicset, csak most teljesen tele vagyunk. Szerintem sem tudok majd belőle hallani, annyira halkan mondom, de nem baj. Úgyhogy most megyünk, és megnézzük, hogy meddig van nyitva a piac, vagy hát, hogy meddig vannak ott az árusok. Aztán nem tudom. Na, hazaértem, ott odakint baromi meleg van, és gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy miket is vettem ma. Ezeket már itt vettem vásárhelyen a zöldségesbe. Egy kis málnát, görögdinnyét, őszi barackot, illetve ami itt van hátul, az nektarin. Nagyon szép, és ilyen hatalmas nagyok. Hát ez az őszi barack is, ami hihetetlenül nagyok. Arról nem látjátok, így most nem tudom, mennyire tűnik nagynak, de tényleg hatalmas nagy, és ez mind, na talán így, ilyen nagy tenyérnyek, és ez mind magyar termék, úgyhogy én nagyon örülök neki. Oké, és akkor amit a BioCity-ben vettem, az két szafis lisztkeverék, az egyik egy lángos, a másik pedig egy nokedli liszt, ebből meg akarok csinálni ilyen tojásos nokedlit. Ez kókusz chips, 200 grammos, ez ilyen kis chili fűszercsepp, hát nem tudom, hogy milyen lesz. Ádámnak vettem. Ezek pedig ilyen kis zéro bárok, ezt biztosan ismeritek. Ez ilyen protein szelet végül is. Vettem belőle két ilyen csokis karamellásat és kettő málnás sajtortásat. Még egyiket sem próbáltam, úgyhogy kíváncsi leszek rá. A Rossmannban pedig csak három dolgot vettem. Ez egy ilyen ablaktisztító, ilyen vérnarancsos. Kíváncsi leszek rá, ezt az illatot még nem próbáltam, de úgy megtetszett ez a piros szín, hogy muszáj volt megvennem. Meg amúgy is fagyóban van az ablaktisztítónk. Ez ilyen ragasztószalag. Ez pedig a világ legeslegcukibb kis zacskója. Flamingós ugyanis. Szóval ez nem ilyen rendes zacskó, ilyen uzsonnál zacskó, és olyan tudjátok, ezek a bevásárló táska, ami textilből van. Ugye milyen édes. És akkor már csak három dolog maradt. Ez három ilyen felirat végül is, vagy hát kettő felirat belőle, az egyik ugye a vécére, majd a másik a fürdőre. Ezeket Rita apukája készítette nekem, aki ugye a Woodstore Family-t is csinálja, az ékszereket.
tőle ilyen feliratokat is lehet kérni. És nagyon szépek szerintem, már gyönyörű. Szóval ez két felirat, két ajtóra. Ez a harmadik, ez pedig egy kulcstartó. Mert ugye a Harry Potterben az Alohomora, az ugye zárakat nyit ki, egy olyan varázslat. És vannak benne egy kis kampok, amikre a kulcsokat fel lehet akasztani, és két csavarral lehet rögzíteni. És annyira kedves volt, hogy még csavart is küldött hozzá. Úgyhogy ez az Alohomora, ez pedig erre van. És búcsúznék, remélem, hogy tetszett nektek ez a mai nap, és köszönöm szépen, hogy velem tartottatok Szegedre, meg úgy egyébként is ebben a videóban, és remélem, hogy tetszett nektek ez a kis vlog, úgyhogy tartsatok velem legközelebb, és hogyha van kedvetek. Sziasztok!